A Gyermekrák Alapítvány most már 16. éve segíti a rákban megbetegedett rákos gyermekeknek a gyógyulási esélyeit, és segíti azokat a családokat, ahol sajnos ezzel a betegséggel találkozni kellett. Alapítványunk a 16 éves működése alatt elérte, hogy Magyarország legerősebb, legtámogatottabb civil szervezete vagyunk. Nem kevesebb, mint 2,4 milliárd forint értékben adtunk az elmúlt években támogatást beteg gyermekeknek és az őket kezelő egészségügyi intézményeknek, és számos nemzetközi szervezet elnökeként, alelnökeként, tanácsadójaként nagyon sok munkát fektetek abba, hogy Magyarországon ebből a szörnyű számból, hogy 320 rákos beteg gyermeket diagnosztizálnak évente, kevesebb legyen. Sajnálatos módon nálunk a halálozási arányszám még mindig magasabb, aminek egyetlen egy az oka a pénznek a hiánya. A magyar orvosoknak a szürke állománya tökéletesen megvan arra, hogy ezeket a beteg gyermekeket kezelni tudják, csak bizony az orvosi technika, a műszerek, azok sajnos hiányoznak. Éppen ezért a Gyermekrák Alapítvány elhatározta, hogy minden kórháznak megveszi a 21. századnak megfelelő orvostechnikai eszközöket, és ezen túlmenően pedig vállaltuk azt is, hogy Magyarországon mind a 10 gyermek onkohematológus orvos rezidensnek fizetjük a fizetésüknek az 50%-át azzal a céllal, hogy ezek az orvosok itt maradjanak Magyarországon. Mi nagyon köszönjük ennek a műsornak a megszervezését, és ezeknek a műsornak a megszervezésével egyre több emberhez tud eljutni az alapítványunk hírneve. Na, ha gondolom, hogy 16 éves működésünk alatt bebizonyítottuk azt, hogy rászolgáltunk arra, hogy Magyarországon a legmagasabb támogatást a Gyermekrák Alapítvány kapja, úgy a nyugdíjas nénitől a multinacionális cégekig, mint esetleg a személyi jövedelemadó 1%-ából. Külön szeretnék köszönetet mondani a Millennium International Kft.-nek azért, hogy ezeknek a beteg gyermekeknek és a gyógyulófélben lévő gyermekeknek lehetőséget adtak arra, hogy a lelküket is gyógyítva egy ilyen mozi előadáson részt vehetnek. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy élmény lesz számukra, és a Gyermekrák Alapítvány támogatottjaként természetesen továbbiakban ezzel a Kft.-vel tartani fogjuk a kapcsolatot. És még egyszer köszönöm az egész vezetőségnek, és hiszem, hogy egy ilyen összefogással sokat tudunk segíteni azon, hogy Magyarország lekerüljön a világ első daganatos megbetegedések számának a száma alatt.